Útépítés. Elkezdődött a körforgalom kialakítása a nyugati elkerülő és a 38-as számú főutak találkozásánál. D-vitamin. A napos időben is oda kell figyelni a pótlására és a maximális mennyiségre. Elkezdődött a körforgalom kialakítása a nyugati elkerülő és a 38-as számú főutak találkozásánál. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A beruházásnak köszönhetően az ünnepek alatt, de a hétvégéken is akár félórás várakozásra is számítani kell a szakaszon. A jelzőlámpás forgalom irányítást két irányból is elkerülhetik az autósok egy pár perces kitérővel. A közösségi oldalra feltöltött képekből is látszik, hogy rengetegen vették az irányt Tokaj felé a 38-as úton a négy napos hosszú hétvégén. Bár mindig sokan utaznak ezen a szakaszon, a félórás várakozást leginkább az okozta, hogy nyírtelek után ezen a rövid részen csak egy sávon halad a forgalom április 1-től. A kocsisor egyik vége volt, amikor a piacigért Nyíregyházán, a másik vége pedig nyírtelek végéig. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT még április elején közölte Facebook oldalán, hogy forgalmi rendváltozás lép érvénybe a 38-as számú főúton. Mint írják, a következő szakaszához érkezett a 338-as számú főút Nyíregyháza nyugati elkerülő út megvalósítása. A 338 és 38-as számú főútak találkozásánál megkezdődik a körforgalmú csomópont kialakítása. A munkálatok miatt 2019. április 8-ától a 38-as számú főút 35. kilométer szelvényének környezetében jelzőlámpás forgalomirányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat a forgalom. Az ideiglenes forgalmi rend a kivitelezési munkák befejezéséig, várhatóan 2019. novemberéig áll fenn. A nyugati elkerülő folytatásának építése a terv szerint halad. A 36-os út és a Tokajba vezető 38-as közötti 3770 méteres szakaszt a Zemplénkő Kft. Kivitelezi. A 38-as út és Nyírszülő közötti 4100 méteres szakaszt pedig a Kevíz 21 Zrt. A két beruházás egy időben, október végén befejeződik, így teljessé válik a nyugati elkerülő. A fejlesztés célja, hogy tehermentesítse a belvárost, valamint az iparterületek közvetlen kapcsolatba kerülnek így az autópályával, de Nyírtelek és Nyírszülős lakói számára is egyszerűbbé válik az autópálya megközelíthetősége. Ezt a két beruházást összesen valamivel több mint 5 milliárd forintos hazai forrásból finanszírozzák. A hétvégén és jövő hét szerdán, május 1-én szintén sokan indulhatnak Toka irányába. Az autósok két irányból elkerülhetik a jelzőlámpás forgalomirányítást és az akár félórás dugókat. Az egyik, ha a Kótai úton Búj irányába haladnak, itt térkép szerint 59 perc az út. A másik lehetőség, hogy Nagycserkesz felé haladva, Halmosbokor településen át kerülik ki a 38-as út egy szakaszát. Ebben az esetben 45 perc menetidővel számol a térkép. Az elkövetkezendő 50-150 évet is meghatározhatja a májusi európai parlamenti választások eredménye Németh Szilárd szerint. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára egy mátészalkai lakossági fórumon azt mondta, szabadságharc vár ránk, amelyben Orbán Viktor 7 pontos terve állíthatja meg a bevándorlást, és vezethet ki minket a migránsválságból. Nagyon érdekes lesz, hogy mit várunk majd a tavaszi hadjáratunk legfontosabb csatájáról, amely május 26-án az európai parlamenti választásokon fog eldőlni. Megmaradhatunk-e Magyarországnak, vagy pedig olyan emberek kerülnek Brüsszelbe, akik azt a Európa rontó politikát, azt a bevándorláspárti politikát folytatják, aminek ma tanúi lehetünk. A Momentum is támogatja a Jobbik helyi kezdeményezését, miszerint szükség van egy önkormányzati rendészetre, Nyíregyházán jelentette be a párt városi elnöke. Babosi György kiemelte, a Momentum mozgalom nem bevándorláspárti. Ezt bizonyítja az is, hogy egy migrációt vizsgáló bizottságot javasolnak, illetve szorgalmazzák a Frontex, vagyis az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség munkáját.
a létező vagy nem létező migrációs veszélyek ellen viszont van egy eszköz a kezünkben, itt helyben Nyíregyházán, az önkormányzati rendészet. A Momentum mozgalom ezért is támogatja a Jobbik által megfogalmazott határozati javaslatot, hogy bebizonyítsuk, hogy nekünk Nyíregyházán élők biztonságérzete, védelme minden szempontból az első. Nem mindegy, mennyi D-vitamint viszünk be a szervezetünkbe, így tavasszal ugyan egyre több napsütés ér minket, de sokszor a jó időben is szükséges a vitamin pótlása. A maximális mennyiségre azonban figyelni kell, főleg gyerekeknél, de felnőtteknél is lehetséges a túladagolás. Egyre inkább a figyelem középpontjába került a D-vitamin az elmúlt években. Sokan gondolják, hogy az ajánlottnál nagyobb mennyiséget érdemes bevinniük a szervezetükbe, így felértékelődött az ilyen készítmények jelentősége. Utóbbiakra ősszel-télen mindenkinek szüksége lenne, hiszen a napfény szegény időszakban a természetből nem lehet elég D-vitaminhoz jutni, ráadásul az étkezésen keresztül is csak keveset lehet bevinni belőle. Nyáron viszont fel lehet tankolni, mivel zsírba adódó anyag nem örül ki gyorsan a szervezetből, relatíve sokáig kitarthatnak a tartalékok. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenkinek ugyanannyi mennyiségre van szüksége. Sajnos a túlsúly az egyre nagyobb problémát jelent Magyarországon is, hogy a túlsúlyos embereknek nagyobb mennyiségű D-vitamin bevitelre van szüksége. Ez lehet, hogy hosszabb ideig is tart bennük, de egyáltalán, hogy elérjék azt a megfelelő mennyiséget, szinte biztos, hogy plusz vitaminpótlásra van szükség, mivel a napi napfényből egy olyan 15-20 perces napozás megfelelő ilyen 1000-1500 millió nemzetközi egységnyi D-vitamin tud termelni. Ez elegendő lehet a napsütéses időszakban, de télen sajnos nem ér minket ennyi napfény, emiatt szükséges a pótlás. A szakember szerint az ilyenkor tavasz közepén minket érő napsütés már elég a kellő D-vitamin bevitelhez, viszont főleg nyáron már figyelnünk kell arra is, hogyha túl sok napozó készítményt használunk, azzal csökkentjük a D-vitamin szintézist, így külső pótlásra szorulunk. A maximális mennyiségre sem árt figyelni. A napokban amiatt került kórházba több csecsemő is az országban, hogy a szüleik a javasoltnál nagyobb adag D-vitamint adtak nekik rendszeresen. Felnőtteknél már nehezebb, de ugyanúgy lehetséges a túladagolás. Különösen olyankor, hogyha nem az elővegyületet viszi be valaki, hanem magát az aktív hatóanyagot. Ezekben a D3 vitamin az az elővegyület, abból a szervezet fogja a napfény hatására előállítani. Tehát ezekkel a készítményekkel szinte lehetetlen túladagolást elérni, de vannak olyan gyári készítmények, amik vagy magasabb hatóanyagtartalmak, vagy magát a vitamin tartalmazzák, amelyekkel el lehet érni. Ezek hasonló tüneteket okoznak, mint a hiány, de főképp a kálciumanyag cserét fogják befolyásolni, meggyengülhetnek a csontok, fogak, de normál körülmények között ez nehéz. Egyre kelendőbbek közben a patikánkban az olívaolajos D-vitamin készítmények. Bár a hatóanyagok ugyanaz, mint a tablettáképp, több betegségnél ezek használatát javasolhatja az orvos, mivel a lágy zselatin kapszulában lévő olaj segítségével könnyebben felszívódik a vitamin. Több mint 200 amatőr és profi versenyzőt várnak a szervezők a második nyíregyházi sportkontesztre. A közel 800 négyzetméteres kertvárosi BMX parkot, méretét és a rajta lévő elemeket tekintve az ország egyik legjobbjaként tartják számon. Az idei verseny Nyíregyháza város vezetésének köszönhetően családi nappá bővül. Légy a legjobb a legjobbak között. Ezzel a szlogennel hirdették meg a második nyíregyházi sportkontest rendezvényét, amely egyben a Magyar Kupafutam egyik állomása is. Tavaly közel 100-an vettek részt a versenyen, idén a tervek szerint több mint 200-an lesznek a kertvárosi BMX parkban. Nyíregyháza tulajdonképpen a BMX-nek Magyarországon az egyik úgymond fellegvára, mivel Magyarországon található az egyik legnagyobb és legmodernebb pályája. Magyarországon sokan BMX-eznek, különösen Nyíregyházán ezért, és 27-én a második Nyíregyházi Sport Contest nevezető BMX roller és amatőr falmászó versenyt fogjuk megrendezni. Felelősségnyilatkozattal 8 éves kortól bárki leadhatja a nevezését junior, amatőr vagy profi kategóriában. Tavaly még csak BMX és roller verseny volt, idén BMX flatland és amatőr falmászó versenyzők is megmérettetik magukat.
A versenyt követően bárki kipróbálhatja a falmászást biztosítással, hiszen erre egyre nagyobb az igény a város fiataljai körében. A diákparlament rendszeresen kéri a városvezetést egy erre alkalmas, állandó helyszín kialakítására. Most megpróbáljuk először, hogy milyen ez a lehetőség. Ugye olyan helyet kellene keresni, ahol a rendeltetési időn kívül nem lehet, ugye nem lehet bemenni, nem lehet önállóan falat mászni. Hát ez a falmászóhely ez úgy ezt megcsinál, vagy úgy megcsinál, hogy ne érhesse bárki bárhonnan. A terveink szerint lehet megtartjuk, de nagyobb baleset veszélye. Tehát ez egy olyan elkerített helyen kell majd megoldani, ami nagyobb biztonságot ad. Nyilván ezt tervezzük, mert ez egy nagyon, nagyon buli sportág, és hogyha úgy fogalmazzak, ez nagyon nagy az igény rá. Tehát vannak Nyíregyházán több olyan csarnokhoz tudom, ahol vannak ilyen amatőr falmászó lehetőségek, de most olyan magasan lesz, hogy ez igazán nagy élményt fog azoknak nyújtani, akik elindulnak majd ezen a versenyen. És a kérdésre nagyon röviden válaszolva, igen, azt gondolom, hogy tervezünk egy ilyen lehetőséget. A helyet kell erre nagyon megtalálni, hogy hol lehet egy ilyen. A versenyek pénzdíjasok és nemzetköziek. A tavalyi BMX világbajnok is ellátogat majd a rendezvényre, amely családi nappá bővül. A legkisebbektől az idősebbekig mindenki talál majd érdekes programokat a kertvárosban. A rendezvény esőnapja április 28-a, vasárnap. Rekordszámú érdeklődő töltötte a húsvétot a Nyíregyházi Állatparkban idén. A 35 hektáros területen összesen 30 ezer látogató fordult meg a 4 nap alatt. A sóstói tölgyerdőben kontinensenként ismerhetik meg a látogatók a föld élővilágát. Több mint 5000 állat él a Nyíregyházi Állatparkban, amelyek közül számos az országban, csak itt, nálunk található. A látogatókat az is vonza, hogy sorra születnek az állatkölykök. Az elmúlt hetekben például makikölykök, tevecsikók és kenguru bébik is születtek, de óriási népszerűségnek örvend az ország első indiai orrszarvú bébie, valamint a szintén ritkaság számba menő afrikai elefántborjú is. A 4 napos ünnep alatt kedvelt volt még a fóka bemutató, a tevegelés és a maki erdő is. 10. tavaszi hangversenyére készül a Nívó Díjas Szabolcsi Koncert fúvós zenekar. A Kék Rapszódiát és Görsvin más népszerű műveit hallhatja majd a közönség április 28-án. A vasárnapi koncertnek ezúttal rendhagyó módon a Nyíregyházi Zsinagóga biztosítja a helyszínt. George Gershwin, amerikai zeneszerző egyik legismertebb műve a Kék Rapszódia, amit eredetileg zongorára és jazz együttesre írt. Később hangszerelték át szimfonikus zenekarra. Április 28-án 17 órától a Nyíregyházi közönség a Nívó Díjas Szabolcsi Koncertfúvó zenekar előadásában hallhatja majd. Emellett műsoron lesznek Gershwin más művei is. Ehhez mi még hozzá fogjuk tenni az egy amerikai Párizsba című nagyszerű kis szimfonikus darabját, amit eredetileg ugye szimfonikus zenekarra komponált, de a fúvósoké lesz a főszerep ezen a zsinagógás koncerteken. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Kék Rapszódiát Pozor István zongora művész fogja előadni, és azt gondolom, hogy ha a végén a közönségnek nagyon tetszett, és nagyon fognak tapsolni, még egy igazi meglepetés, ami szintén Gershwinhez tartozik, egy meglepetés ráadással fogunk búcsúzni. A Gershwin esthez igazodva a zenekar is kék-fehér öltözékben játszik majd. A hangverseny egyik különlegessége, hogy idén rendhagyó módon a Nyíregyházi Mártírok terén található zsinagógában hallhatóak majd a művek. Ritkán szokott a zsinagógában olyan művészeti adás lenni, amely általában nyitotta a nagy érdemű közönség számára. Másrészt ez egy nagyon jó akusztikájú hely, ahol szerintem a zenét azt majd nagyon ki lehet élvezni, a harmadik pedig gyönyörű a Nyíregyházi zsinagóga belülről. Azaz Szalai Pál festette a belsejét, és tette a mai állapotában, vagy ma is látható állapotában, aki a Tirpákok bejövetele című festményt festett, ami a Jó Sondás Múzeumban is látható. Érdemes bemenni a zsinagógába, annak a kertjébe, mert nagyon szép, nagyon gondozott és nagyon ápolt. Vasárnap 17 órától a 10. tavaszi hangversenyre a belépés díjtalan. A szervezők azonban felhívják a figyelmet és arra kérnek minden érdeklődőt, hogy a zsidó hagyományoknak megfelelő öltözékben érkezzenek a rendezvényre.
két pontos győzelmet aratott Szigetszentmiklóson, így bejutott a bajnoki elődöntőbe a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák 86-84-re verték a BKG Prima esét, és 2-0-ás összesítéssel kerültek be a legjobb négy közé. Az elődöntőben a Veszprém lesz a nyíregyháziak ellenfele. A negyeddöntő második meccsét a hazaiak kezdték jobban, az első negyed végén 4 ponttal vezetett a BKG Prima ese. A második 10 percben újabb 8 pontot tettek hozzá előnyükhez a szigetszentmiklósiak, akik így jelentősnek mondható vezetéssel vonulhattak a nagyszünetre. Fordulás után elkezdte a felzárkózást a Nyíregyháza, a harmadik negyedben 8 pontot lefaragtak hátrányukból a vendégek, a záró negyed derekán pedig a vezetést is átvette a Blue Sharks. A hajrá izgalmasan alakult, végül 2 pontos nyíregyházi győzelemmel zárult a mérkőzés, így 2 sikerrel jutottak a legjobb négy közé a kék cápák. Kemény mérkőzés volt, de úgy gondolom, hogy egy picit azt hitte a csapat, hogy könnyebb mérkőzést fog játszani, és az első fél idő ennek tükrében zajlott, egy picit keresgette a szakmai stáb azt, hogy melyik játékos lesz az, aki jó formát tud nyújtani, ezért az első fél időben már 10 játékos volt a pályán, viszont a második fél időre úgy gondolom, hogy olyan küzdeni tudással, vagy olyan szellemben jött ki a csapat, ami kellett a győzelemhez, és végre egy nagyon jó védekezést tudott produkálni, és szerintem ennek köszönhető az, hogy a második fél időt fölényesen meg tudtuk nyerni, amivel szűken a mérkőzést is. Az elődöntőben a Veszprém lesz a kék cápák ellenfele, míg a másik ágon a MAFS és az Oroszlány harcol a döntőért. A nyíregyháziak programja még képlékeny, mivel több sorozatban is érdekelt a csapat. A Veszprémmel meg kell egyeznünk abban, hogy hogyan játszik a mérkőzéseket. Ehhez az U20-as döntő, az EJBL, illetve az érettségik nem segítenek. Mellette még ott van a főiskolás, ugye a főiskolás egyetemi bajnokságnak a döntője. Nem igazán tudom még megmondani, hogy hogyan lesznek a mérkőzések. Talán annyit, hogy az első az május 3-án lesz Veszprémben. De hát azt tudjuk, hogy a középiskolásainknak ez milyen terhet fog jelenteni, hiszen a Vasváriban aznap lenne a ballagás, illetve a ballagás az lesz, de nem tudjuk, hogy a mi játékosaink ott tudnak-e lenni, illetve Veszprémbe fognak utazni, holott hétfőn kezdődik az érettségi, ez egy nagyon nehéz feladat lesz. Közben pedig az EJBL döntőt is jó lenne beiktatni, az egy olyan rangos torna, amin nagyon jó lenne, ha ott tudnánk lenni. Meglátjuk, ki kell, hogy alakuljon a következő napokban ez a program. Az viszont biztos, hogy csütörtöktől vasárnapig Szolnokon az U20-as döntőben szerepel majd a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a csoportmeccsek során a hazaiak, a Pécsi VSK és a MAFC ellen lépnek pályára. Az Éllovas, Nagy Ecsed és az üldöző Nyír Gyula is győzött a labdarúgó megyei első osztályú bajnokság 24. fordulójában, így a tabella élén nem változott a helyzet. Az egy meccsel kevesebbet játszó Ibrány sikerével fellépett a harmadik helyre. Fogynak a fordulók, de még szinte minden kérdés nyitott a megyei első osztályú bajnokságban. A 24. fordulóban az Éllovas Nagy Ecsed a Kisvárda 2 otthonában nyert 3-2-re, az üldöző Nyír Gyula a Csengerben győzött 2-0-ra. Az Ibrány Baktól-Urántházáról vitte el a 3 pontot 2-1-es sikerével, a Máté Szalkai MTK pedig Tiszavasváriban nyert 3-0-ra. Egy-egy gól született a Tiszakanyár Fehérgyalmat találkozón, a Nagyhalász Balkány mérkőzésen pedig egy találat döntött a hazaiak javára. 2-1-es hazai sikerrel ért véget a Tarpa Gyulaháza mérkőzés, a Mándok Vásárosnamény meccs pedig 6-2-es vendéggyőzelemmel zárult. A tabella élén a Nagy Ecsed áll 49 ponttal megelőzve a 48 pontos Nyír Gyulajt. Az egy meccsel kevesebbet játszó Ibránynak 46 pontja van, majd két 44 pontos csapat, a Mándok és a Nagyhalász következik. Az alsó régióban a 25 pontos Máté Szalkai MTK némi levegőhöz jutott, a kieső helyeket pedig a 22 pontos Csenger, a 20 pontos Gyulaháza és a 11 pontos Tiszavasvári foglalja el. A 25. forduló párosítása a következő, Vásárosnamény Csenger, Máté Szalka Mándok, Nagy Ecsed Nagyhalász, Baktól-Urántháza Tiszakanyár, Ibrány, Nyír Gyulaj, Gyulaháza Tiszavasvári, Balkány Tarpa és Fehérgyarmat Kisvárda 2. Ötszettes mérkőzésen szenvedett vereséget a bajnoki döntő első meccsén a Fátum Nyíregyháza, Hollósi László együttese a Vasas Óbuda otthonában kapott ki 3-2-re. A második találkozó szerdán 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Akár fél órás várakozással is számolhat az, aki a 38-as számú főútvonalon közlekedik a hétvégéken vagy ünnepnapokon. Elkezdődött ugyanis a körforgalom kialakítása a nyugati elkerülő és a főút találkozásánál. A jelzőlámpás forgalom irányítást két irányból is elkerülhetik az autósok egy pár perces kitérővel.
Egyre inkább a figyelem középpontjába került a D-vitamin az elmúlt években, így felértékelődött az ilyen készítmények jelentősége is. Az persze nem jelenthető ki, hogy mindenkinek ugyanannyi mennyiségre van belőle szüksége. Sokan nem gondolnák, de nyáron is szükség lehet a pótlására. A túl sok napozó készítmény használata ugyanis csökkentheti a D-vitamin szintézist. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 23-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerda reggelig túlnyomóan borult lesz az ég. Az éjszaka második feléig többfelé várható eső, zápor. A délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul. Napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd gomoly felhős napos idő várható. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül valószínű. A következő napokban átmenetileg további melegedésre van kilátás. Csütörtökön és pénteken is 23 és 28 fok közé emelkedik délutánra a hőmérséklet. Pénteken nyugat felől vastagszik a felhőzet, délután és még szombaton is több helyen elered az eső, zápor eső. A hét további részében elszórtan valószínű csapadék. Gyakran feltámad a déli, a hétvégétől az északnyugati szél.